Folytatjuk a csütörtöki sztereót itt az otthon hangján. Stúdiónk vendége pedig már Tarnai Rihárt, Pestvármegye főispennyi, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdiónkban. Szerusz, jó napot kívánok, én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Beszélgetésünk fő témája, és mindjárt ebbe bele is kezdek, a digitális állampolgárság. Mindentől függetlenül egyébként én később tudtam meg, hogy érkezel hozzánk, és ez beszélgetésünk egyik témája lesz. Én a múlt héten voltam itt a, a kormányablaknál, és aktivizáltam, regisztráltam az új applikációra, ezt letöltöttem, úgyhogy már ismerkedem vele, és ennek előnyeit. Hát vélem sejteni, mert ugye ott egy tájékoztatót kaptunk, tájékoztatást kaptunk, de akkor a hallgatóknak is mondjuk el, mert maga az ötlet egyébként nagyon jó, gyakorlatilag euh, igazolvány mentessé válik tervezetten, ütemezetten a dolog. Nem csak ütemezetten, hanem hogyha a, a rajta van az applikáció a telefonon, és az aktiválás megtörtént a kormányablakban, akkor ez használható is. Én például két-három hónapja töltöttem rá ezt az applikációt, és megtörtént az érvényesítés, is, azóta sajnos rendőr nem igazoltatott, pedig már nagyon várom, hiszen annyi történik, hogy megnyomom a telefonomon azt a bizonyos gombot, egy QR-kód megjelenik, a rendőr leolvassa nála a lévő készülékkel, és gyakorlatilag az összes olyan adat, amit egyébként is elkérne, tehát elkérni a jogosítványomat, elkérni a személyigazolványomat, ezt már nem teszi meg, hanem látja, hogy valóban én vagyok, mivel a telefon az enyém, és ugye az azonosítás egy dupla lépcsős, elég szigorú azonosítási rendszere megy át, tudom igazoltatni magam, de ha megkérdezik, hogy mi a tajkártyám szám, azért vannak olyan számok, amit az ember nem tud fejből, adószám, tajkártya szám, nem tudom, mi micsoda, ezek mind-mind rajta vannak a telefonon. Ugye itt már megelőzöm a kérdést, hogy kritikaként szokott fölmerülni, na jó, de hogy mi van, ha az ember elhagyja a telefont? Ezért van az a négyegyű kód, PIN kód, amit a kormányablakban az aktiváláskor meg kell adni, és hogyha ha ez megtörténik, akkor ezzel a kóddal azonnal le lehet tiltani. Tehát magyarul más semmilyen módon nem fér hozzá. És csak egész halkan jegyzem meg, a brīvkód nem lehet elhagyni. Én a brief kómat többször elhagytam, kétszer ki is raboltak, tehát úgy vitték el. Tehát magyarul az a félelem, hogy most az állam mindent fog rólunk tudni azért butaság, már elnézést a kifejezésért, mert hiszen a, persze, hogy tudja az állam a tajszámunkat, hisz az egy állami szám, persze, hogy tudja a személyigazolvány számunkat, persze, hogy tudja az útlevelünket. Tehát nem egy új adatbázis jön létre, amivel megtudnak rólunk nem tudom én miket, hanem a meglévő a magyar állam által kiállított igazolványaink kerülnek egy platformra, és sokkal könnyebb lesz, a, a nem lesz, hanem sokkal könnyebb a használata, és sokkal egyszerűbbé válik az életünk. Szerintem férfiaknál ez teli találat, hiszen mi csak a mobiltelefont kell, hogy vigyük. Most az, hogy a hölgyek a hatalmas kofferjeikkel, amik már elnézést a, a, táskájukkal, amivel szoktak járni, azt szerintem továbbra is vinni fogják. Tehát igazából Kérdés, mind... hogy mivel Igen, igen, tehát igazából mindegy, hogy most a telefonban és már nincsenek igazolványok, de természetesen ez szívük joga, és hajrá, ettől szép az élet. De azért a férfi embernek ez például egy kiváló dolog, hogy tényleg csak a mobilt kell vinni, és minden rajta van. Rajta van a bank, rajta van a, az összes igazolványunk, hát erről szól ez a történet. Ugye arról már beszéltünk, vagy elmondtad, hogy azért nyilván ne hagyjuk el a telefon, de arra is van megoldás. De mi van, hogyha a mai világban telefont váltunk, telefont cserélünk? Ö, a gyik, tehát gyakran ismételt kérdések rovatban erre is választ kapunk a, a, az applikációban, mert hogy, hogy valóban ilyenkor a kormányablaknál le kell jelenteni, hogy egy új készülék történt, és minden további nélkül ennek a bizonyos négyegyű pinkódnak a segítségével ezt meg lehet tenni. Tehát ez egy formális dolog, ezt ugye interneten keresztül is meg lehet, tehát nem kell személyes, személyesen befáradni az esetlegesen a kormányablakba. Egyébként csak egész csöndben jegyzem meg, hogy gondoljunk vissza az egészségablak alkalmazásra. Ezt egyébként kevesen ismerik talán a, a kedves hallgatók közül, ugye ez az, ami úgy indult, hogy még a COVID idején EST néven futott, én is akkor tettem rá a mobilomra, öreg fiú vagyok, tehát nekem ezek már ilyen modern dolognak tűnnek, és kicsit óckodtam tőlük. De ugye most egészség ablak névre változott, és az összes dokumentációm, az orvosi leleteim, az, hogy mikor voltam kórházban. Betegút. Betegút, mi, időpontot szeretnék az orvoshoz foglalni, az az orvos mikor rendel, a, a, zseniális. Tehát egyébként Németországból voltak most nálunk barátaink, és mondták, hogy náluk ez elképzelhetetlen. Tehát Németországban sincs ilyen tehát azt gondolom, hogy akár egészségablak, akár digitális állampolgárság, nagyon-nagyon előre szaladtunk, hál' Istennek, és e tekintetben nyugodtan megkockáztatom, hogy előbbre vagyunk talán, mint a tőlünk nyugatabbra lévő államok, mert egy egységes állami alkalmazást lehetett létrehozni, nincsenek ilyen mindenféle tartományok, hogy akkor ez nem akarja, az akarja, ezt itt lehet használni, ott nem, az egész országban egységesen lehet használni. Szerintem jó de ne az én szavamnak higgyenek, próbálják ki. Nyilván használják, és leginkább töltsék és aztán menjenek be első körbe regisztrálni. Egyébként, ha jól tudom, akinek már az újabb e-személyigazolványa, talán jól mondom, van, annak még csak be sem kell menni személyesen, hanem ott a pink kóddal ő ezt meg tudja így oldani. Van, így van. Amit még szeretnék kérdezni, nyilván ez egy utopisztikus gondolat egyelőre, hisz a lehetőség adott, eszközök még nincsenek a hatóságnál, vagy nem olyan számban inkább így fogalmazok pontosan, és nyilván lesz egy olyan pillanat, amikor, amikor engedélyt adnak arra a hatóságok, hogy már nem kell papír alapon magunkkal vinni az igazolványt. Azért meg kell nyugta, vagy el kell, hogy keserítsek mindenkit, még erről nincs szó, tehát még ott kell, hogy legyen nálunk. A rendőrségi ellenőrzésnél nem kell ott lenni. Nem kell már, nem, nem kell, nem kell, nem kell nem arra kell. várni, hogy a rendőrségnél minden egyes rendőrautóban, minden egyes rendőrnél legyen eszköz ezt leolvasni, kiolvasni? Mert nekik megvan. Tehát ezért várom ezt a pillanatot, hogy végre engem is igazoltassanak, vagy valami történjen, illetve kétszer került erre sor, tehát hogyha 52 év alatt kétszer, akkor gyakorlatilag még egy lesz életemben nagyjából a reálisan számolva, de mindenképpen szeretném ezt kipróbálni, hogy hogy és milyen módon működik. Egyre azért fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy mivel a környékbeli országokon, sőt az Európai Unión belül országokban még ez nem elterjedt és nem működik. Tehát ha külföldre utazunk, akkor akár Ausztriába, akár felvidékre, vagy vagy bárhova, ebben az esetben vinni kell a jogosítványt is, és vinni kell a személyigazolványt is, hiszen hiszen nem tudják leolvasni a, a, a mi kódjainkat, de belföldre vonatkozik ez, amit az előbb mondtam. Ez azt jelenti, hogy akinek le van töltve ez az applikáció, regisztrálva van, jelesül most akkor én nem kell, hogy nálam legyen a személyigazolvány, nem kell, hogy nálam legyen a gépjárművem, a nevemre kiállított gépjármű forgalmia, Mert a jogosítványa. Így van, hiszen, hiszen az a adatbázisban, amely a benne belügyi benne van. van. benne van. Wow. Benne van. Tehát pontosan tudják, hogy önnek ez az autó, ez az öntulajdonában van, ez a jogosítvány még egy hónapig érvényes, vagy tehát minden rendelkezésre. Még egyszer mondom, nem valami új, új adatok jönnek létre, hanem, hanem egy helyen uh, lesz kezelve, és sokkal praktikusabban felhasználható. Uh, és bocsánat, a kritikáknál, amikor ezek a kérdések érkeznek, akkor nem gondolunk arra, hogy sokan akár egy 2000 forintos kedvezményért majdnem a pinkódjukat is megadják, a bankártya pinkódot. Tehát amikor jönnek ezek a kérdések, hogy te jó ég, akkor az állam mindent fog tudni rólunk. Nem. Az állam azokat az adatokat tudja, ami az állami szolgáltatás körébe tartozik, uh, és azokat nem azért tudja, hogy visszaéljen velük, hanem azért, hogy a használat során segítse a mi mindennapi életünket, például, hogy ne kelljen igazolványokkal, briefkókkal rohangás. Egyébként, ahogy ott a sorszámomat lobogtatva a kezemben, vártam a, a Sorszám megjelenését a hívón. Nyilván az ember próbál olvasgatni, nézegettem ott a fali újságot, és szembe jött velem ez az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer, amely egyébként most a következő témánk. Szóval már nem a földhivatalhoz kell, vagy nem csak oda lehet menni különböző információkért az ingatlan nyilvántartásból, hanem kormányablakoknál is van erre lehetőség. Ugye az ingatlannyilvántartásban a, a nagy áttörés az pont a születésem évében, 1972-ben volt, akkor jött létre, nem azért jött létre természetesen, de mégis egybeesik a dolog, az egységes állami ingatlan nyilvántartási rendszer, és ez gyakorlatilag mind a mai napig működik, olyan módon, hogy természetesen a technikai feltételek, az informatika fejlődése, stb. átalakította ezt a klasszikus papír alapról, a, egyre inkább a számítógépekre mentek át ezek az adatok. Most egy újabb, szerintem legalább ekkora áttörés következik, amikor minden E alapon lesz, tehát minden uh, számítógépes alapon történik. Ez a hozzáférhetőséget is, ahogy itt elhangzott a fölvezetőben, is uh, egyszerűbbé teszi, hiszen a kötöttség megszűnik, tehát nem az hogy akkor ahhoz a földhivatali osztályhoz kell majd bemenni, és csak ott lehet elintézni, és máshol nem vagy maximum az iratokat utasztatják a hivatalon belül, de az már ugye egy kicsit bonyolultabb dolog, hanem ezzel, hogy E ingatlan nyilvántartás kerül bevezetésre, uh, innentől kezdve a, a felhasználása is uh, sokkal egyszerűbbé válik. Nem beszélve arról, hogy egyébként a különböző döntéseknek, határozatoknak, a végzéseknek a kiadása is uh, elektronikus formában, ennek a, az átvétele is uh, ilyetém módon fog megtörténni. Úgyhogy uh, különösen uh, izgalmas, hogy a, a, ebben az átállásban egy nagy szerepet kapott a mi hivatalunk, a Pestvármegyei Kormányhivatal, és a, a ennek a projektnek az előkészítése az gyakorlatilag nagy részt a mi vállónkon nyugszik, persze az egész országban uh, kerül ez felhasználásra, úgyhogy még mi is várjuk, hogy uh, milyen ki a csövön, de az előkészítés alapján azt tudom mondani, hogy azok a félelmek, amik bennünk, mindannyiunkban uh, bennünk vannak, hogy hát így működött évtizedeken, sőt fél évszázadon keresztül, az most milyen uh, változáson fog átmenni? Szerintem ugyanúgy, mint a ahogy az előbb beszéltünk az egészségablak, ugyanúgy, mint ahogy előbb beszéltünk a digitális állampolgárság, ez valósul meg a földhivatali nyilvántartások és ügyintézés tekintetében is. Nyilván azt talán a hallgatóknak már nem kell mondanom, hogy ez az elektronikus átállás már egy jó ideje folyamatban van. Ugye nyilván itt a vállalkozások gyakorlatilag most már a magánszemélyek is a különböző közigazgatási eljárásokat, dolgaikat az ügyfélkapunk keresztül elektronikus formában tudják intézni. És az ügyfélkaput azt most azért hozom be, mert nyilván szintén szembejött velem, van egy ügyfélkapu plusz ö, ö, lehetőség is már, illetve nyilván a digitális állampolgárság is összefügg ezzel, hiszen ez a, ezekbe való belépéshez is felületet ö, ad a, a digitális igazolvány. Ö, és a napokban voltam a könyvelőmnél, ő volt az, aki egyedül eddig nem örült neki, mert mondta, hogy hát akkor hogy lesz, ugye be fog, bevezetik a kétlépcsős azonosítást, nyilván eddig a jelszó és a kód birtokában a könyvelők tudták intézni a egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek adóügyeit nyilván könyvelő lévén, de a különböző ügyeiket, innentől kezdve jaj, mi lesz. Tehát van-e megoldás erre a két lépcsős azonosításra, már nem ennek kikerülésére, hanem hogy a könyvelőkkel mi lesz? Egy kormánynak, egy magára valamit adókormánynak az a célja, hogy az ügyfelek többségének Uh, könnyebben hozzáférhető, jobban működő és praktikusabb szolgáltatásokat tudjon nyújtani. Ezt csináljuk. Uh, a könyvelőknek valószínűleg vannak uh, kérdései, mint ahogy itt az előbb is elhangzott. Uh, én azt gondolom, hogy az, hogy egy vagy két lépcsős azonosítás az pont a biztonságot növeli, tehát az ügyfelek biztonságát növeli. Ebben az esetben a könyvelőknek kell alkalmazkodni az ügyfelekhez. Egyébként szerintem ugya normalitás is ezt kívánja, hogy ha valaki szolgáltatást nyújt könyvelőként egy ügyfélnek, akkor annak örüljön, hogy az ügyfél tekintetében nagyobb a biztonság, gyorsabb az ügyintézés és praktikusabb, és szerintem ez egy olyan technikai kérdés, amit meg fognak tudni uh, oldani. A kormányzat részéről azt szeretnénk, hogy továbbra is mindenki hozzáférhessen minden szolgáltatáshoz, uh, ha digitális állampolgárságon keresztül, mert mobiltelefonon szeretné, akkor úgy, ha ügyfél kapunk keresztül, uh, akkor úgy, ha személyes ügyintézés, intézést akkor a kormányablakba befárad továbbra is. Ha telefonon szeretné, akkor a 18-18-ason. Ha ügysegéden keresztül szeretné, mert a tanya világban lakik, akkor az ügysegéden keresztül. Ha kormányablak busznál szeretné, mert mit tudom én, a hétvégi tehát a Kalács Fesztiválon szeretné az ügyét elintézni, akkor ott van a buszunk elintézi Tehát, tehát nekünk az a dolgunk, a kormányzatnak az a dolga, hogy a szolgáltatásokat minden platformon biztosítsuk. Itt is ez történik, és hogy ezt, ezt milyen módon veszik igénybe az ügyfelek, vagy, vagy milyen arányban veszik igénybe, ez természetesen folyamatosan változik értelemszerűen az e világ felé, tehát a az elektronikus informatikai világ egyre nagyobb térhódítását láthatjuk, és természetesen mi ahhoz alkalmazkodunk, ahogy és amilyen módon használják az ügyfeleink. De még egyszer mondom, az ügyfelek többségének a kiszolgálása a mi feladatunk, és persze a könyvelőknek ehhez kell alkalmazkodni, hiszen nekik is jó, hogyha elégedett ügyfelünk van nekünk, és nekik is. A következőkben kicsit az árvízi készültségre utalnék vissza, illetve az árvízzel kapcsolatos kérdésem lenne. Ugye a vízügy a katasztrofa védelemtől a kormányhivatalokhoz került. Miben jelent ez változást, illetőleg nyilván talán a legjobb az, hogyha az egyszeri állampolgár ebből mit sem vesz észre, csak hogy működik, de van-e olyan dolga az állampolgárnak, amit ebből észrevesz? a hatósági része, tehát a katasztrófa a hatósági része kerül hozzánk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy a, a most nagyon leegyszerűsítve a tüzet továbbra is a tűzoltók fogják, hát ebben most nagyot mondtam, de valóban így van, hogy, hogy a katasztrófa lévő tűzoltók fognak kimenni a helyszínre. Ők oltják el a tüzet, ha ipar, biztonsági, viszmajor, vagy pedig havária helyzet, tehát helyzet lesz, akkor fogalmazunk így, akkor is ők fognak kivonulni. A hatósági részt, tehát a leegyszerűsítve a szürkébb, a hivatali részt, a határozatok, döntések meghozatalát, kipostázását, az ügyféli panaszoknak a becsatornázását, ezt, tehát a hatósági részt vették át a kormányhivatalok, és ugye ebben az esetben a klasszikus iparbiztonsági illetve egyéb katasztrófavédelmi hatósági feladatokat is átvettük, és valóban a vízügyi területen a Pest Vármegyei Kormányhivatal látja el hatósági tekintetben innentől a fővárost, Heves Vármegye nagy részét, Nógrád Vármegyét és jó magunkat. Tehát azért egy elég nagy területet fogunk ellátni. A feladat átadás megtörtént október 1 kezdődően. Most annyi történik, hogy a kollégák megszokják a kormányhivatali ügyintézési tempót. Csöndben jelzem ez valószínűleg az államigazgatáson belül a legnagyobb tempót diktáló szervezeti egység, a megoldó szervezetnek hívom a kormányhivatalokat, és reményeink szerint ez azt jelenti, hogy az ügyek is ugyanolyan professzionálisan, de talán gyorsabban fognak zajlani, mint korábban. Van két olyan hír, amelyről biztosat még nem tudunk sajtó szellőztet meg dolgokat, illetőleg talán a kezdetek kezdete az origó, az valahol a szeptemberi Jegyzői konferencia jegyzői találkozó volt. Az egyik már akkor ott a szünetben lehetett a szinte a levegőbe érezni, hogy az iparűzési adóval történik valami, illetve a jegyzői munkáltatás jogkörét ö, lebegtették meg, hogy esetlegesen a kormányhivatalok vennék át. Ezzel kapcsolatosan kérdezném főispán urat, hogy ennek milyen valóság alapja van, mit lehet erről most elmondani. Kezdjünk szépen sorba a, a először a a jegyzői munkáltatással. Én mindig érdeklődően hallgatom, hogy melyik folyosón milyen plegykák mennek. Lehet, hogy X polgármesteri hivatalban ilyen hírek, a másikban 20 kilométerre alé más hírek mennek. Én ezeket nem hallottam, én erről nem tudok. Szeretnék minden jegyzőt megnyugtatni, nem én vagyok a munkáltatójuk, nem én vagyok a főnökük, úgyhogy jó munkát kívánok szerintem ezzel le is lehet zárni, és nyilván itt az, hogy zörgette a haraszt, az nyilván itt a választások utáni mizériában igen sok jegyzőt felállítottak, nem jöttek, mentek, tehát lehet, hogy ez lehetett. A másik pedig az iparűzési adó. Ugye erről már azért miniszteri szinten is nyilatkoztak. Lehet tudni, hogy egy ilyen járási szinten ö, szednének be iparűzési adó töbleteket, és bizonyos, eddig még nem tudott tájékoztatást, ugye nem kaptak még a polgármesterek. Megjegyzem, most kedden lett volna, amelyel halasztásra került, ö, hogy milyen módon és ki és hogy ö, ö, rendelkezik majd e az összeg fölött. Jövő héten ö, járási fejlesztési fórum lesz nálunk a Pest vármegyei vár házán, ahol az érintett polgármestereket várjuk, illetőleg értemszerűen a, a Vármegyei Közgyűlés elnökét, és pontosan ott fog beszámolni vagy Navracsics miniszter úr, vagy pedig dr. György a államtitkár úr arról, hogy ez pontosan hogy is néz ki. De szeretnék mindenkit megnyugtatni. Tehát semmiféle negatív, semmiféle elvételről uh, szó sincsen, hanem a szolidaritás irányába uh, tett tervekről van szó. Ugye, hogyha egy családban van egy nagyon gazdag uh, rokon, és uh, vannak egyébként sokkal szegényebbek, akkor mi a teljesen normális, hogy ez a nagyon gazdag rokon segíti a szegényebbeket. No, valami ilyesmit kell elképzelni. elképzelni. Hát ugye azért gondoljunk bele, van olyan település, amelyik olyan adottságokkal rendelkezik, mondjuk az autópályák közelsége, mondjuk az infrastruktúra fejlettsége, hogy oda Özönlenek a vállalkozások, oda települnek, és hatalmas, akár milliárdos nagyságrendű ö, helyi adót fizetnek. Még ott egy másik település, akinek sokkal rosszabb az adottság, mert éppen nincs autópálya mellette, éppen a közlekedés, az infrastruktúra nem olyan jó, ő neki fillérek jutnak, ha egyáltalán jut valami. Itt az történik, hogy mindenkinek jusson a jóból, és ne azon múljon, hogy én, már elnézést, de én éppen jó helyre születtem -e, vagy rossz helyre születtem, az én településem éppen menő helyen van, mert egy autópálya mellett van, vagy mondjuk egy olyan helyen, ahol ö, csak egy alsóbrendű út van, és ezért nem kapok semmi ö, iparizési adót. A többletnek, az extra töbletnek az IET-módon történő, járási szinten történő osztás, ezt nem az állam akarja megmondani, ezt maguk, az önkormányzatok, maguk a polgármesterek fogják eldönteni, hogy ezt hogy osszák el. Tehát, tehát valami ilyesmi ö, körvonalazódik, de az összes részlet az jövő héten ö, nyilvánosságra, ö, nyilvánosságra ö, kerül itt Pestvár megyében is. Szolidaritás, pusztán erről van szó, és többlet forrás az egyes járásoknak egyes túllepülésen. Nyilván máig, vagy már most is ismerte a, a, ez a rendszer a szolidált és adó, ugye jelenleg is működik, szolidált hozzájárulás, ez nem adó, tehát jelenleg is működik olyan prosperáló településeken, ahol kellő a... Igen, beríten. de azért, hogyha ha megnézzük Magyarország térképét, akkor azt láthatjuk, hogy van az unió fejlettségét sokkal inkább meghaladó régió, ez gyakorlatilag Budapest főváros, és Pest vármegyének két-három járása, valamint a nyugati rész, tehát a Györmoson soproni és a Komara esztergom megyei rész. Az összes többi az uniós átlag alatt van. És pusztán a, a tekintetben szeretne a kormányzat lépni, hogy, hogy ezek a, a járások szintén lehetőséget kapjanak arra, hogy ilyen-olyan mértékben, de előre tudjanak ténylegesen lépni. Hogy ez milyen módon fog megvalósulni, ez jövő csütörtökön nyilvánosságra kerül. Addig várunk, ez egy sajtónyilvános esemény, remélhetően szerkesztőségünkből is ott tudunk lenni, és erről hírt adunk. Van még egy dolog, amit szeretnék a beszélgetésünkbe behozni, ráadásul most egy polgármester vendéggel is beszéltünk, ez pedig a szemetelés. A szemetelés kapcsán pedig nyilván megyei szinten az illegális szemétlerakásról essen szó. Nyilván itt be lehetne hozni, hogy éppen most a petpalackokkal a mohú hogy áll, de nyilván talán a közeljövőben, miután minden petpalack 50 forintost ér, ezek el fognak tűnni a kis erdőkből, a különböző közterületekről. De az egyéb illegális szemétlerakásról mi a mi ja, helyzet. Egy fél mondatra utalni, már kezdenek eltűnni, tehát érdemes, nem tudom, kedves hallgatók, is szoktak-e mérkőzésre járni, én igen, a válogatottra is, illetve az egyik klubcsapat meccsét. Hát nem ez hagyják szóval... ott a palackokat. Így van. Tehát pontosan ez, amikor följön az ember a lépcsőn, vagy a mozgó lépcsőn, attól függ, hogy melyik stadionhoz megy, akkor korábban térdig lehetett gázolni a palackok, és nulla, semmi. Tehát már ez egy nagyon jó uh, dolog, és, és olyan mértékű, ugye kormányzati intézkedésről van szó, olyan mértékű siker, amit körülbelül a hat éves távlatban terveztünk, hogy majd hat év múlva érjük el ezt az állapotot, ez két hónap alatt sikerült. Tehát ez egy de lássuk be, ez egy nagy történet És egyébként köszönet érte a kedves hallgatóknak is, akik fogják és félrerakják a palackokat, és beváltják. Úgyhogy tehát ez egy történet A másik, az pedig a, a nagyobb, tehát az illegális hulladék. Ez a klasszikus az, hogy valaki kimegy az erdő szélre, kiborítja a, a, szemetet a teherautóra, és utána eltűnik. most e el tekintetben a jogszabály szigorításra került egy másfél két évvel ezelőtt, amikor az objektív felelősség bevezetésre került. Ez azt jelenti, hogy akinek a területén elhelyezkedik az illegális hulladék, ha nem sikerül a hulladék elhelyezőjét elérni, akkor végső soron anyagilag a terület tulajdonosa felel. Erre sokan azt mondják, hogy igazságtalan, mert mondjuk van hatalmas területe valakinek, amit nem tud őrizni, nem tud körbevenni kerítéssel és egyebekkel, akkor ő hogy tudja garantálni, hogy oda ne üntsenek le. Hát ez, ez a felelősség egy egyszerű beruházás, mégis meg kell oldani, hogy ez ne legyen lehetőség, akár kamerával, akár kerítéssel, tehát erre mindenkinek a saját ö, dolga, hogy ezt hogy oldja meg, de végül is valaki ott van, akinek aki felelősséggel tartozik. Ez úgy történik, hogyha egy illegális hulladéklerakásról értesülünk, akkor a kormányhivatal intézkedik, határozatot hozunk a tulajdonos felé, hogy X határidőn belül szállítsa el. Ö, Sokszor van az, hogy, hogy jelzik, hogy igen, csak azt kérik, hogy ne egyben, hanem részletekben, hisz ez neki is kiadás jelent, ebbe természetesen partnerek szoktunk lenni. Kevés esetben pedig van, amikor nem csinálnak semmit, ilyenkor mi, tehát a kormányhivatal, magyarul az állam elhordatja a szemetet, majd ezt a számlát kiszámlázunk a tulajdonosnak, és ráterheljük. Hogyha ő nem fizet, akkor pedig a NAV, tehát az adóhivatal jár el, és a behajtás végső soron az a NAVnak a feladata. Most egyébként a, a következő időszakban még több szigarítás várható e tekintetben, tehát a jogalkotás, én úgy tudom, hogy hiszen mi végrehajtók vagyunk, de én úgy tudom, hogy még szigorúbb szabályokat ö, szeretne meghatározni, de azért szeretném fölhívni minden terület tulajdonosnak a figyelmét, hogy a saját területért ő tartozik felelősséggel, hogy oda ne tudjanak letenni szemetet. Ö, hogy azt ellenőrizni tudja, igen, az felelősséggel és feladattal jár, úgyhogy ö, most már nem lehet megúszni az illegális hulladéklerakást. Beszélgetésünk zárásaként pedig egy pályaválasztási kiállításról kérdezném fő ispán urat. Ugye októberben Pest vármegyén tartottak egy ilyen kiállítást. 2010-ben talán emlékszünk arra, hogy a miniszterelnök úr, amikor a hivatalba lépett, akkor azt vállalta, hogy 10 belül 1 millió új munkahelyet hozunk létre. Most 1,1 milliót haladta meg, tehát hogy azért így visszatekinteni is érdemes néha megállni egy-egy pillanatra, tehát még egyszer 1,1 millióval többen dolgoznak ma Magyarországon, mint 10 x évvel ezelőtt, tehát mint 2010-ben. Azért ez egy nagyon nagy előrelépés, hisz itt a adófizetés és egyéb tekintetében is ennek elég nagy jelentősége van. A most egyre inkább abba az irányba ment át ez a pályaválasztási találkozó, és érkezett, hogy mindenki azt a munkát találja meg, ami neki a leginkább a profiljába illik, és a cégek is vadásznak végzős diákok. Tehát vannak olyan területek, amik, amik, még mondjuk 20 évvel ezelőtt eléggé alul fizetettnek, minősültek mondjuk egy cukrász, vagy egy köműves, vagy egyébként. Most egészen keresett szakmákról beszélünk. Tehát azt látjuk, hogy végre nem csak a diplomával rendelkező értelmiségieknek van arra lehetőségük, hogy elhelyezkedjenek, hanem aki becsületesen megtanult egy szakmát, kétkezi munkát, és pláne, hogyha ezt jól végzi, akkor nagyon nagy esélye van elhelyezkedni, és legalább, ha nem jobban versenyképes tud lenni, mint a, a, az egyetemi főiskolai diplomával rendelkezők. Ugye ott is azért nagy előrelépések voltak, gondoljunk a, a béremelésre, a, az egészségügyben, tehát az orvosokra, ápolókra, az egészen nagy mértékű. A tanároknál ugye ez most megkezdődött és folytatódik, ugye januárban. Tehát szép lassan minden terület egyre inkább előrelép. És ugye a miniszterelnök úr említette is, hogy, hogy hamarosan szeretnénk elérni ezt az egymillió forintos átlagbért, és nagyon ebbe az irányba megyünk. Itt például a, ugye a gazdasági konzultáció pontosan erről fog szólni, hogy mi a Magyarországon élő emberek, a Dabason, a Dabasi járásban élő emberek mit gondolnak, hogy milyen irányba kéne ellépnünk. De minden esetre azt lehet látni, hogy a foglalkoztatási fórumok már egyre inkább a minőség felett olultak el, hiszen 1,1 millióval többen dolgozunk, mint 2010 előtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy szakított ránk időt, főispán úr. Tarnai Rihárd volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt voltál. Köszönöm szépen én is.